Sziasztok, megint Retropér vagyok, és ezúttal Legend of Zelda-t játszunk. Nem hagyom, hogy ez a kibaszott, laggolós dolog, vagy nem egy laggolós, ez az akadozós dolog kifogjon rajtam. Nem. De először is ismerjük meg a történetet. Szóval, Zelda legendája. Sok évvel ezelőtt a sötétség hercege Ganon elszerette lopni a Triforce-t az elejével együtt. Azonban Zelda hercegnő szétszett a Triforce 8 különböző darabra, és elrejtette, mielőtt Ganon ezt megtalálhatta volna. És ugye össze kell szednünk a Triforce darabjait. Szólítanak, hát már jó van. Hú, ha nem mondod, hogy kék meg piros gyertya, nem jövök rá. Jó. Gondolom, mindenki hallott erről a játékról, Legend of Zelda. Előtt is elbambultam egy kicsit, szóval gondolom, mindenki hallott erről a játékról. Csend legyen. Szóval gondolom, mindenki hallott erről a játékról. Eléggé népszerű mindenhol. Sokan a főhős Zeldának hívják, pedig nem az ő neve Link, ezt tisztázok, Linknek hívják, nem Zeldának, Zelda a hercegnő. Mindig is a Triforce-ról szólt, és erről a Garon nevezetű emberről, legalábbis én úgy tudtam, a legtöbb részben ez volt. Mindig is a Triforce-ra valamit akartak csinálni, és ezt meg kellett akadályozni. És az játék eléggé felkapott lett manapság különböző remake-ekkel, és rengeteg éven keresztül hozták ezt föl. De kezdjük is el. Szóval, Eliminate mód. Mi legyen a nevünk? Ő ez a hangok. Nem, én vissza szeretném. Mi van? Ja, jó. Teljesen jó. Oké. Regiszter vagy akármi, azaz. Szóval itt kezdődik az egész játék. Szóval mit tudunk? Szóval ilyen sok dolgunk van. Hát akkor gyerünk be ide. Veszélyes egyedül menni. Vigyem ezt. Zsír! I got the sword, so... El tudom dobni a kardomat. Goodies! Ez egy side-scrolling, hát nem is inkább side-scrolling elnézést. Inkább magyarul mondom, szóval ez egy felülnézetes, elég népszerű és elég hosszú kalandjáték. Mint látjátok. Fölül térképünk is van, és minden, ami kell egy játék. Mi az? Az anyátokat. Pusztuljatok! Démonok! Ja! Pusztuljatok már! Hányan vagytok? Mi? Nem ők full HP, nem tudok kardot dobálni? God! Tudok védekezni? Nem, még védekezni se tudok. Ezért van pajzsom, marha, hogy már mindjárt a játék elején, mert betöltögetni kell. Ápusztuljanak! Nem! Így nem játszunk. Jó, menjünk felfelé. Pusztuljatok, ti mik vagytok? Porszívók. Jó, most nem megyem, mint egy biblia lenne a kezem. Na. Aha, szóval full HP-nk van, akkor van egy különleges képességünk. Mondjuk úgy különleges képességünk. Valamit vegyek, de nincs pénzem, nincs rupim. Rupinak hívják itt a pénzt, az a kék, illetve sárga, akármi lenne az. Jó, de már tudunk lőni, az megint csak... Elvették volna tőlem a lélegzés lehetőségét. Ne menj vissza! Anyáddal szórakozzál.
Legalább nem érnek újra ellenfek. Rohadj meg! Kella! Tündér! Mit tud a tündér? Inventory-ba kaptunk egy tündért? Hát nem. Igen. Elnézést. Szóval... Na szóval azt szeretném mondani, hogy... ugye... Apá! Elnézést, de nem bírom kifejezni ma... Végtelen bombám van? És nem sebződök te, de zsír. Na szóval... Nem érdekelsz. Te? Öreg négy, rohagy meg. Elnézést, elfejtettem volna, mit akartam mondani. Illetve elfejtettem, mit akartam volna mondani. Már beszélni se bírok. Majd úgy is rájövünk, szóval... Ez egy elég hosszú gameplaynek ígérkezik, mivel ez egy... eléggé hosszú játék. Tündérke! Ó, full HP-t ad. Ja igen, hogy... Csak eszembe jutott erről a rohadt HP-s dologról. Szóval nem csak három életünk lesz az egész játék során. Ha találunk ilyen különböző hard konténereket, azon növelhetjük a maximum életünk számát. Egy kis fun fact. Kibaszott labirintusok. Szóval gondolom mindenki ismeri a... vagy elég, vagy hallott legalább róla, a Binding of a Binding of Isaac-et. A készítői erről a játékról mintázták. Figyeljétek a hasonlóságot. Life, magyarul az életünk, ugyanott van. Mi kell, hogy növeljük hard container. A és B itemünk van. Meg tudjuk, látjuk, hogy hány bombánk és kulcsunk van még, és hogy mennyi pénzünk. Fegyvereket lehet fejleszteni. Ugyanúgy felülnézetes. Ellenfelek. Minden. És ha még eljutnák egy dungeonba, jaj, de boldog is lennék, mert látnátok, hogy hogy néz ki. Egy. Ez mindig meggyógyít engem? De baba. Már 7 perc és még semmit nem csináltam. Nesze! Robbány! Bam, bam, bam! De hogy tudom ilyenkor kivédeni ezeket? Aha. Szóval, hogyha nem támadok. Oké, ezt megjegyeztem. De bennyivel is okosabb vagyok ebben a játékban. Azt a rohadt! Pénzecskét találtam. Egy rupi! Are you fucking serious? Na jól van. Dugd fel azt egy rupidat. Jó, ha megnézhetem a izét. Die, 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 meghalok, 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 meghalok. Hol volt a tündérke? Hol volt a tündérke? Hol volt? Itt volt? Igen. Aha, full HP. Thanks. Elnézést kérek érte megint. Nem azért élvezhető a gameplay. A maga szakadozós nemében, de prób. Te fúj, te nem vagy tündér, takarodj! Fejj, de rönde vagy. Na? Jól van, nem nézzük. Miért hordok magammal a Bibliát? Mire keresztény vagyok, vagy mi van? Hát itt voltak. Kivédem. Teljesen jó. Én is tudok lőni. Szép lassan. Jaj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 
fordulsz te. Persze most meg együttéssel lecsapszom őket. És most is. Csak hogy nem kapok értük semmi pénzt. Vagy csak nagyon ritkán... Na, anyádat! Még meg kell tanulnom ennek a játéknak a alapjait, hogy... Nem támadunk és védekezünk egyszerre. Mert ott balul sül el valahogy így.
Még van 4 bombám, jó tudom. De figyeljetek, mondjátok, hogy nem hasonlít a Binding of Isaac-ra, aki már játszott vele, tudja. Mi van? Ez egy labirintus akart lenni? Vagy mi? Szóval így halunk meg, csup. Continue. Jó. Nem szerettem volna ezt most elpazarolni, ezt a bombát inkább. Rohadj meg, te porszívó szar, akármi. Nekem ezek arra hasonlítanak, de így laggolva mondom, hogy az én izé játékomat is, az én koordinációs képességemet is lerontja ez az egész laggolás, úgyhogy... Ez mi, hogy ilyenkor leöl így? Na, most tessék, nyomtam, hogy ráforduljon erre semmi. Most komoly, hogyha közelről öl meg, akkor... Na, akkor csak szerencse volt. Állj meg! Ezt a nagy darab izét is ki tudom védeni? Nem. Dobd fel! Hol vagy? Kérem, én tudok ebből gameplayt csinálni? Eltalálok még valaha ide? Mint erre arra a részre, ahol kell. Hogy van ebben egyáltalán valami város, vagy csak ilyen... Hát, azzal nem szívózok ott. Á, meg se született, azt már meg ott. Olyan. Ezt hívják úgy, hogy... Halva születés. Ott pusztulsz, köcsög. Fú, ezek a vízidegök. Fú, ezek még jobbak itt, jaj. 5 rupi. 6 rupi. 10 rupi. Igen, mert 5 meg 1 rupis tucok vannak. Mert 5 vagy 1 rupit tudsz fölvenni. Dobd fel a rupiaidat, már mondtam. Még 1 rupi. Használjuk ki. Fogjuk meg is. 8 vagy 16 biten cheateljük fel az egész játékot. Tündékék. Max HP-k. Te velem jössz, tündéke. Akkor nem. Hát akkor foly, te varacskos köcsög. Békák! Ez komoly. Well, fuck you. Én ezt üzenem neked. Emberek lejjebb menni. Rupi! Mert tessék, kilöknek a pályáról. Milyen jó, hogy most nem. Hú, ez mi a f... Mi a f... Mi az? Az mi? Digletek! Anyád a Pokémon. Jó, azt nem szerettem volna kimondani. Meghalok, rossz gombot nyomok, meg minden más. Még én meghalok? Nem áááá. Kell nekem HP! Az. Kösz a HP-t! Mi van, hogyha retrire megyek, mert a litrájra. Hadni dugd fel. Menteni szeretnék. Na mindegy, remélem tetszett azért. Mert én is kíváncsi vagyok erre a játékra. Sziasztok!